Minden ünnepnek megvan a maga zeneisége, a populáris műfajokon belül épp úgy, mint a klasszikusok között. A tipikus karácsonyi slágereket mindenki kívülről fújja, lévén évről évre rendszerint ugyanazok a dalok csendülnek fel a rádióban, a televízióban, a bevásárlóközpontokban, vagy éppen saját otthonukban. Ezek azonban jellemzően könnyű zenei szerzemények, komolyabb darabokkal csak elvétve találkozhatunk, és akkor is csupán egy-egy tétel erejéig. A komoly zene azonban épp úgy lehet szezonális és ünnepi, mint a mainstream zenei alkotások, csak éppen az összetettségük miatt hozzájuk kapcsolódó előítéletek miatt viszonylag szűk réteg van ezzel tisztában. A Voice and Breath részfúvós zenekar az egyik legjobb példája annak, hogy a komolynak nevezett és nehezen befogadhatónak bélyegzett zene lehet könnyed és bárki számára emészthető. A pestújhelyi közösségi házban csak Rezes Advent néven emlegetett koncerten ez már az első percekben bebizonyosodott. Ugye a Press a részfúvós hangszereket képviseli ebben a névben, a Voice pedig azért került hozzá, mint kiegészítés, mert egy olyan különleges hangszerelést állítottunk össze, amiben operaáriák is dalok is felcsendülnek a négy maradék részfúvós segítségével. Én énekelek, és gyakorlatilag egy teljes szimfonikus zenekart megtestesítenek mögöttem a testvéreim, kollégáim. Viszonylag egyedülálló a világban, legalábbis még nagyon nem találkoztunk ilyenfajta hangszereléssel, ilyenfajta formációval, ezért ezt mindenképpen szerettük volna megjeleníteni a névben is. Tudtuk, hogy mit szeretnénk színpadra vinni, milyen dalokat, műveket szeretnénk előadni, illetve ugye ez folyamatosan bővül, ez a repertoár. Megvolt a művészi elképzelés, és ehhez nemes egyszerűséggel párosult a név. Elég régen ismerjük egymást, bevallom őszintén, mivel a Voice and Breath a négy Kuna testvér alapította. Én vagyok a legidősebb és a három öcsém, illetve Szászi Domonkos tuba művész jött még hozzánk, aki azóta azért tiszteletbeli családtagával zsált, úgyhogy tényleg nem kellett lasszóval összefogni a zenészeket ehhez a produkcióhoz, és nagyon jó, hogy művészileg is, nem csak testvérileg is egyetértés született mindannyiunk között. Édesapánk részfúvós zenetanár, úgyhogy nagyon sok választásunk nem volt. Van még egy ötödik testvérünk, ő színésznő lett, és való kapcsolatban van azért a zenével, de ő teljesen más irányba indult el, és eleinte én is színésznőnek készültem, de valószínűleg ez azért dőlt dugába, mert akkor még nem volt meg a részfúvós kvintet, tehát kellett még egy trombitás. Úgyhogy a húgom már mehetett színésznőnek, én maradtam trombitás. Amikor egy zenekar megalakul, a két legnagyobb vitát generáló sarokpont a mit játszunk és a ki milyen hangszeren játszik szokott lenni. Előbbi inkább az irányt és a zenekari jövőjét határozza meg, utóbbi az esetek többségében a hiúságból fakad, pontosabban abból, hogy a hangszer függvényében kikerül majd a fellépések alkalmával az előtérbe és kimarad a háttérben.
A Voice and Brass esetében sem zajlott zökkenőmentesen a megalakulás, de nem is annyira az előbb említett hiúság, hanem a zenei, pontosabban a hangszeres tudás miatt. Egész egyszerűen mindenki több hangszer közül is választhatott, hiszen valamennyien képzett zenészek. A Gyulus és Marci az első trombitásunk és a harsonás őr rögtön rátalált a hangszer, ott nem volt semmilyen kérdés. Én nekem viszont a cselló volt a fő hangszerem, úgyhogy ennek megfelelően egy kicsit közelebb szerettem volna tónusban választani hangszert, úgyhogy a kürtre gyúrtam. De utána meggyőztek arról, hogy én legyek a trombitás, így Bencének maradt a kürt, úgyhogy köztünk volt egy kis, hogy is mondjam, versengés a vadászkürtért. A klasszikus részfúvós kvintetnek viszonylag régre visszanyúlnak a hagyományai. Az egyik nagy példaképünk például a Canadian Brass, akivel volt is alkalmunk szerencsénk együtt szerepelni még a kongresszusi központban, és ők azért lefektették ennek a stílusnak a gyökereit. Nagyon kevés olyan mű van, ami direkt részfúvós kvintetre íródott, viszont mirezesek, például a harsona csak egy 100 éves hangszer, tehát hogy tényleg mondjuk Mozart és régebbi zeneszerzők alkotásai között nem találunk kimondottan harsonaművet, a kürt ebből szerencsés helyzetben van, de azért nekünk hozzá kellett szoknunk ahhoz, hogy más hangszerekre írt melódiákat is megpróbáljunk átültetni, úgyhogy gyakorlatilag ebből adódott, hogy ami dallam megtetszik, azt mi megpróbáljuk eljátszani a részfúvós hangszereken, de ez egyébként egy nemzetközi trend, tehát hogy ebben nem vagyunk egyedülállóak, ezt minden rezes így csinálja. Tényleg sok részfúvós kvintett létezik, és nagyon magas színvonalon játszanak, ami szerintem nálunk abszolút kiemelkedő, hogy szinte csak most próbálok ellenpéldát mondani, de nem, csak saját hangszereléseket játszunk, amit saját magunknak készítünk. Tehát, hogy tényleg olyan monumentálisabb művek, mint például a Rómeus Júlia balettből a Lovagok tánca, vagy Csajkovszki nyitányai, vagy egy Beethoven nyitány, hogy szólal meg egy részfúvós kvintettel, ezt gyakorlatilag mi csináljuk először. És ez egy valóban egyedülálló szegmense ennek a műfajnak. A Csajkovszki 1892 nyitány átdolgozása, Vivaldi 4 évszak bizonyos tételei, most Mozart Requiemjéből a Tuba Mirum tétel, ami például a mai estén is elhangzik, vagy ugyanúgy Mozarttól az Alleluja, az Exultate jubilátéból, de volt már Hacsatúrján kartánc feldolgozásunk, meg tényleg végtelenségig sorolhatnám, hogy ez mind úgy jön gyakorlatilag, amiket szeretünk, azok a zenék, amiken felnőttünk, azokat beépítjük a műsorba. Thank you.
Azért a mai este alapvetően már az advent hangulatában zajlik, úgyhogy ennek megfelelően válogattunk össze a komoly zene területéről Mozart, Bach művei többek között, sőt a végén még egy kimondottan a mai estére hangszerelt karácsonyi carol is elhangzik, a God Rest Your Merry Gentlemen. Közönség számára általában fogyaszthatatlan, de legalábbis nehezen emészthető a nagy klasszikusok darabjainak zöme. Ezek a művek ugyanis vagy összetett zenei műveltséget kívánnak, vagy olyan operabetétek, melyek önmagukban a darab alapos ismerete nélkül kevéssé élvezhetők. A komoly zene ráadásul még csak populárisnak sem nevezhető, legalábbis abban az értelemben biztosan nem, ahogy a nevében is ellentéte a könnyű zene valamennyi terméke. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a komoly zene ne volna populárissá tehető. Nem kell hozzá sok, csupán az a fajta szemléletmód, amely kiemeli a komoly zenét az elitség évszázadok alatt rárakódott mázából, és nem tartja szentségtörésnek, ha az ember egy-egy tételt vagy zeneművet önmagában pusztán az összhangzat miatt hallgat, szeret és élvez. Pont a legutóbb Kecskeméten az Alma Materünkben, a zeneiskolában játszottunk ezzel a formációval, és oda jött hozzánk egy nagyon kedves tanárnőm, és azt mondta, hogy ez egy kultúrmisszió, amit mi csinálunk, hiszen gyerekkorunk óta másképp álltunk a komoly zenéhez, mint a legtöbb kollégánk. Volt, hogy fejből játszottunk, populárisabb elemeket is alkalmaztunk, és nyilván ugye a popzenei tapasztalatunk is van, meg jazz zenekarunk is van, tehát hogy tényleg egy kicsit átfogóban tekintünk a közönségre, mint mondjuk, ha valaki csak klasszikus zenei képzést kap. És ezt beleépítjük azért ebbe a műsorba is, tehát szeretünk közvetlenebbek lenni, és az, hogyha valami népszerű, az nem feltétlenül rossz, és azért a szórakoztatást is igyekszünk figyelembe venni, amellett, hogy tényleg olyan értékeket adjunk át, amivel nem minden nap találkozik a hallgató. Thank you.